A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban látható 16.-17. századi erdélyi tallérgyűjtemény igazán kivételes kiállítási anyagnak számít. A tárlatot a Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei a Magyar Nemzeti Bank által Törő Istvántól megvásárolt 220 érméből állították össze. Az erdélyi pénzek általában nagyon ritkák és különlegesek, azon belül az erdélyi tallérok, tehát ezek az ezüstpénzeknek számtalan változata ismert, és ennek a gyűjteménynek az összeállítója, ez a három gyűjtő megpróbálta szisztematikusan kigyűjtő minél több fajtáját, a legapróbb változatokig ezeknek az erdélyi talléroknak. Tehát itt 13 erdélyi fejedelemnek, ugye 220 tallérja található meg. Vannak olyanok, amikből csak néhány darab, de például a legnagyobb anyagot a Bátori Zsigmond tallérok teszik ki, amik önmagukban 94 darabot tartalmaznak, és a legapróbb változatok, a páncélzat különböző formáit, a köriratok változásait, mindegyiket végig lehet követni ezeken a pénzeken. A maga nemében egyedülálló kiállítás attól is különleges, hogy az erdélyi tallérgyűjteményen túl kiegészül a jegybank 48 darab erdélyi aranypénzével, 13 darab eredeti 17. századi erdélyi verőtővel, valamint a Magyar Nemzeti Múzeumtól kölcsönzött 16.-17. századi erdélyi fegyverekkel. Még teljesebbé tudjuk tenni az erdélyi pénzekről alkotott fogalmainkat, hiszen bár a Nemzeti Múzeum éremtárában is van jó pár száz erdélyi tallér, de például ebbe a gyűjtényben egy csomó olyan darab található, amelyek nekünk sincsenek meg a saját gyűjteményünkben, amit pedig már több mint 200 éve gyűjtünk. A különleges tárlatot Budapest, Székesfehérvár, Nyíregyháza, Pécs és Kaposvár után mutatták be Szekszárdon a Megyei Múzeumban. Hatalmas nagy élmény, múzeológusként nekem mindenképpen, meg a kollégáimnak is, hogy egy rendkívül ritka tárgyegyüttes, leletegyüttes, amelyet hosszabb időn keresztül egy gyűjtő família rakott össze, 220 darabos erdélyi ezüst tallér gyűjteményről van szó, kerül most bemutatásra a Szekszárdi Múzeumban, mégpedig egy nagyszabású kiállítás keretében, hiszen ezt a Magyar Nemzeti Bank finanszírozta az értékmentő programjának segítségével, vásárolta meg ezt a gyűjteményt. A tárlat megnyitóján Ács Rezső, Szekszárd polgármestere arról beszélt, hogy a gyűjtemény szekszárdi bemutatása azt jelzi, hogy a Tolnai megyeszéke az ország kulturális térképén az első települések között szerepel. Azt gondolom, alapvetően nagyon fontos dolog az, hogy Szekszárd, mint megyeszéke, mint megyei város megfelelő rangot kapjon a különböző területeken, így például ebben a kérdésben is. Én azt gondolom, fontos üzenet az, hogy 5. helyszínként vidéken mi adhatjuk a helyet ennek a bizonyos kiállításnak, amely Fejdelmi Kincsek címet viseli. Azt gondolom, hogy a magyar kormány által elkezdett és Magyar Nemzeti Bankkal közösen folytatott értékmentés, értékteremtő program. Ez találkozik a mi ízlésünkkel és mi elképzelésünkkel, ezért is nagyon örülünk, hogy helyszínt tudtunk adni ennek a kiállításnak, hiszen egy kicsit visszamegyünk a 16.-17. századi Erdélybe. Szekszárdon is nagyon sok gyerek vesz részt a határon túli programban, és sokan mennek ki Erdélybe. Most tulajdonképpen megfordítottuk az egészet, egy kicsit irehoztuk el, és a pénzérméken keresztül egy kicsit betekintést tudunk szerezni az akkori korba, az akkori művészetbe is. Én azt gondolom, hogy nagyszerű dolog, és különösen az, hogy dolgozunk azért, és dolgozunk a jövőben is, hogy akár múzeumi kiállítások, akár képkiállítások, festménykiállítások tekintetében Szekszárd egy meghatározó vidéki helyszínné válhasson. A tárlat 2020. március 15-ig tekinthető meg, hétfő kivételével délelőtt 10 és délután 5 óra között a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban.